kezem a vezetőn elejtettem a telefonon. Mindegy, kezdjük a videóhoz. Sziasztok, Nancy vagyok. És a mai videó csak ilyen beszélgetés lesz, mert úgy akartam, hogy megmondom nektek ezt a történetet. Szóval, ugye TikTokozok, kövessetek be, description-ból lent lesz a nevem, a TikTok, meg a Instám, kövessetek be mindenféleképpen. Instám majdnem megvan a 100 követő, ezt nem hiszem, már csak 3 követő kell, és megvan a 100. TikTokon meg 31 van. Na, jó, nézzük ezt a témát. Szóval, van egy srác, aki, ugye néztem a TikTokomat, meg így jött ugye a barátomnak a TikTok, a BFF-emnek a TikTokja, és láttam, hogy 19 komment. Mondom, akkor elolvasom. És volt ott egy fiú, Dominik szerintem a nev, és kicsúfoltam, mondta, hogy LK betűs, meg hogy nem csúnya, meg zsibanc, meg kurva, meg ilyen dolgokat, már bocsánat, hogy így beszélek, de és hogy nagyon csúnya, törölje ki a TikTokot, én meg szépen leírtam neki, hogy ő nem K betűs, ő nem ribban, ő nem csúnya, nem fogja befejezni a TikTokot, ha szeret, akkor igen, inkább te töröd le a TikTokot, nem is tud TikTokozni, te vagy a csúnya, meg ő az én legjobb barátom, ha te csúfolod, akkor én csúfollak téged, és összetöröm az arcod, engem csúfol ki. Az egyik videómban leírta, hogy bravo, ügyes vagy, mondom, köszönöm, te meg nem. És az anyja ráírt a legjobb barátomnak, meg rám, hogy fejezzük be tiribancokat, és a fiamra nem mondjátok ilyet. Mondom, nem. Ő írta ezeket a csúnyákat, és a barátom tényleg írta, csinált egy TikTokot, amit én csináltam, hogy, és ráírta, hogy sziasztok, befejezem a TikTokozást, és sziasztok. És én szóltam neki, hogy ne törölje ki, mert tudom, hogy ő szeret TikTokozni. Meg hát én vagyok a legjobb barátnője, szóval én megvédem, és tudom, hogy ő is megvéd engemet. Szóval ja, írtam neki, hogy fejezze be, mert nem működik, hány éves vagy, mi vagy, vagy 8. Kb. 8 éves lehet. Kis törpe, nem is tud TikTokozni. Minek van TikTokja egyáltalán? Jó, az a dolog, hogy mi nem tudunk annyira TikTokozni, de legalább mi tudunk jobban TikTokozni, mint ő. Én tudok egy kicsit TikTokozni, csak valamikor lusta vagyok, szerkeszteni, meg ilyeneket. Csak én normális csináltam, de én tudom a szövegeket, de ő nem tudja, az a fia. Jó, valamikor Jenny se... Mondtam nevét, de nem baj. A barátnőm nem tudja a szöveget, de ő nem angol, nem tud annyira angolul tud, de nem annyira, mint én, mert én angolos vagyok. Én Egyiptomban éltem, és hát tanultam angolul, meg franciául, nem angolul 7 évet, és franciául 6-ot. Vagy 6-ot vagy 5-öt. És sohasem buktam meg angolul. Mindig csillagos ötös voltam, még kellett 6-os, 7-es, hogy tudjak angolul. Én tudok angolul. Nem, csak meg kell tanulnom szöveget. Mert valamikor nem tudom azt a számot. Szóval a magyart is tudom, csak meg kell hallgatnom egy párszor, vagy 2-3-szor, és már benne van a fejemben, és már tudom. Valamikor 100-szor kell csinálnom, de nem érdekel. Mégis fogok próbálkozni. Nem fogok így beszólogatni. Jó, én sem szoktam nem szólogattam be. Én embereknek mondom, hogy szép, meg hogy ne aragudjanak a többi emberekre. Ne hallgassatok. Ha tudjátok, hogy szép vagytok, és kész. Vannak, akik rám is mondták, hogy csúnya vagyok. Vágom sem magamat. De nem érdekel. Befejeztem, járjuk a pszichológushoz. És ő tanított. És én már boldog vagyok. Észrevettem, hogy ők nem a főnököm. Én szeretem saját magamat, és kész. Mondjak, hogy takat vagyok. Nem érdekel.
Legalább én nem vagyok szegedik, mint ők. Van egy pasim, igen. Szeret, igen. Akkor meg én szeretem magamat, aki szeretnek, szeressenek. Akik nem, az mehetnek a kocsába. Már most hálap, de tehetek. Szóval ez ilyen nem logikus. Mindig szólogat be az a kis törpe. Minek? Nem is tud semmit, és annyira felidegesített, le is blokkoltam az anyagot is. Mondom, inkább menj innen. Mert nem tud semmit, én a hagyom, meg oh, what you do, what, Nem jó. És ha gondoljátok, mi ez a rúzs, meg ez a másik butomba van. A sminkem. Bocsánat, ha nem értem, de helyesen, de... Csak úgy leírtam a sminkem. Meg ezt sem fogom, de az lesz, hogy beszélgetés. Beszélgetés egy hülye fiúval. Abban minden... minden fiú hülye. Angol szakkörön ülünk. Ugye a... két osztály, angol szakkör, aki emelt természetre jár, az olyan kémia, akkor az angol szakkörös. És tanultunk a élettelen, meg életlen, meg az élettelen, a élőlény, meg a élettelen. És jött, hogy növények, emberek, vagy ilyen a növény, mondjuk nácizt mondunk a növényhez. Mert úgy volt, hogy ember, növény, állat, vagy nem létező, vagy lélektelen, cat, dog, állat, rose, sunflower, virág, girl, people, emberek, jött a boy. Jött a két helyre. A élettelen először, de jött a nagy élőlén, sajnos. De vannak amúgy helyes fiúk, csak meg kell találni őket. Szóval, és szerintem ennyi a videó ma. És bocsánat, hogy túl sokáig nem videóztam, mert ugye elvették a telefonomat, megkaptam egy kérdés magadból, de kijavítottam. És ugye nincsen időm, hónap is megyek fel Pestre, szóval nem lesz időm, de lehet, hogy fogok videózni mostanában. És fogok csinálni egy ilyen sminkes videó, amikor anyuka meg apukám elmennek dolgozni, hogy tudok nyugodtan lenni, akkor azok, amikor nővérem súlyban van, most valahova, akkor elviszem az ő sminkét is, és akkor besminkelem magamat. És abban, hogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek, kövessetek be, ugye Instagram meg TikTokon, lent lesz a neve a description-ba. Ma nem tudok beszélni. Na, sziasztok!